Sziasztok, Black Venom vagyok, és ez itt a Dawn of War Winter Assault 7. része. Az előző részben, hát az orkokkal elgázoltam, hogy hát rendesen átgázoltam az Eldarokon, nem állítottak meg, és ugye megcsináltam azt a sima 4. pályát, és most akkor megnézzük, hogy mit csinálnak az orkok a titánnal. Jól megy, de valami hiányzik. Azt mondja, hogy... egy csomó koponyát szereztem, megszereztem Stearns, meg Farseer-nak a koponyáját, kinek hiányzik. I named it after you. No, the way to get Crow crazy mad is to attack his titan. Then he'll come for me. Hey, why's you grinning? Because you named a plan after me! Hogy ő tervezte a tervet, hogy mit kéne csinálni, és úgy mondta el, mintha ő maga tervezte volna ezt a tervet. Jó, nagy sereg, basszus. Chaos Marine. Hát ott el lesznek. Egymás ellen. A B-pitőn az van most. Hát újig dolgokat szerintem úgysem fog mutatni. Mondjuk talán még ezt a mellettem lévő két bázist befoglalom. És akkor még azután gyűjtök egy sereget. Lássuk akkor, akkor a sereggel mire boldogulok. Még én jó nagy sereget csináltam. Kell azt a nagy stogotot, hogy mit meg bestel nem tudom megcsinálni, mert az kéne még a másik relik is. Könnyével kell beérnem. Az embereken... szépen elgázolok. Mit akartok ti? Meg van ilyen képessége, hogy rá tudja nyomni a egyik ilyen megre, és eléggé hatást tanítja. Hát ezeken átgázoltam. Igazán van esélyük szegényen bőcskéknek.
be is fennek támadni. Szinte fagyom. Amíg eléggé küzdenek ezek egymással, hagyom, hogy kiértsek egymást. Még ott lesznek. Még én meg ezt a titán rögtön megpróbálom elpusztítani. Csak hogy lehet elpusztítani. De esetre inkább akkor esetleg ezt pusztítom el. Mindegyik csapathoz rendeltem ilyen toki. És így gyógyít, mint a Space Marine-oknál. Azzal van esélyük szegény képnek. Csúly emberi. Yumi. Na, megjött a káosz is. Becsatlakozott a partiba. Jaj. Volt most ez jó, hogy itt értek. Sajnálom, ennek úgy érzem, hogy vége. El kell pusztítanom, hogy ezt a fegyvert. De hogy az a kérdés? Nagyon sok életük van. Ki kell hívni a Chaos Lordot egy duelra? Az kemény. Megnézem, hogy megy. Milyen lesz. Basszus, de rengeteg ember. És már jön a következő osztag is. Nagyon jó. Na, ez még idő lesz, mire elpusztítom ezeket. Szóval... Szóval annyira látványosan, hogy elpusztítom ezeket. Ugye akkor nézzük, mi akkor, hogyha kihívom akár a Slow-ot egy duelra. Meg kell ölni, vagy most mi? Na, lássuk csak. Most a két főnök fog másnak esni. Ó, hát a Necron volt, persze. Necron is
kikapanak egy kicsit a háborúból. És van ezeket a srácokat, ezek a Necron srácok. Miért nincsen még koponyám belőle? Ide változhatni ezzel. We'll get Crow's skull for me stick. Beat 'em down till the Necrons go running. Addig kell verni őket, míg el nem futnak. Nagyon jó. De persze, az előtt, amikor a Chaos-szal voltam, akkor is közbe szóltak. Hogy csak sikerül elvárni őket. Eddig jól halad. Ugye nem lehet rányomni, meg ezt nem ki. Hát egy gép, basz. Tolj még egy gép. És akkor csak ez az egy van? Van több is olyan, mert a Chaosnál négy is volt. Ja, akkor itt van csak ez az egy van. Hát ez elpusztult. Múlva se tanítottam Necron Boys-okat. Így jöjjetek bele közel a csatába. És most akkor mi kell még? Titan Guns of Sprite Cool. Ó, oh, basszus. Hát persze, hogy jöttek még. És akkor most a káosz elmenek. Meg el kell pusztítani ezeket a Titan fegyvereket is. De hogy kell, hogy ezeket elpusztítani? Fel se érnek odáig. Na kijelölni, hogy... Támadja. Káoszon még itt sunnyog. Ekkorakat kéne vagy leverni, de hogy? Nem se tudom ezeket tudni, amúgy nem értem. De akkor melyik a Necronra. Hát igazából itt volt egy fegyver, meg itt. Ez volt a bonus küldetés, hogy ezt a kettőt kell leverni. Azt vertem széjjel. A maradék hármat nem kell. Ezt a kettőt. Én most már csak tisztelt a Ryan Necronokat kell írtani. Szóval a Necronokkal küzdeni vicces volt. Miért támadtak?
So it's just crawling me now. Going to claim his skull. Jó. Come here. The more you make me run after you, the longer I'll take in killing ya. You coward. Attack me instead. Or are you too afraid to attack someone who fights back? Na és akkor most be kell fejezni a duellt vele. Hát akkor ott szól. Irányod. Touch me again and I croak ya. De messze van az út. Touch me again and I croak ya. Touch me again and I croak ya. Hát ez még egy kis idő lesz, mert odaérek. Ajaj, megjött a nehéz tüzérség. Ez azt mondom, hogy szépen fogy a HP-ja. Hogyha már a Necronokin beszóltak a harcunkba. Hát majd, hogyha még a Blattiszteri. Az orkok nem szólt. Most se tanítom már őket. Hát én most nem baj, vagyom, hogy ki mi az életi. Chaosnak. Na Krull. Hol is vagytuk abba? Ja igen, ott egy szép verem most a fel. Képes, hogy mennyi az Krull! Krull, a szép koponyád most már az egyet. I'll send down Korn's wrath upon your heads and boil them out from your veins. És kiszívom vénele. Hát nem úgy történt. Krull egy kicsit elkrullozta a beszédét. És az orkok nyertek. The outer war bosses, the Imperial Armies, the Eldar, those Chaos Boys, and Necrons. That was a good war. And your pointy stick got plenty of them skulls. Those are pretty trophies. But what are you gonna do next? No one wants. There's nobody left to beat. That's right. I'm the én vagyok a legnagyobb és a legkeményebb főnök az egész bolygón. Sikerült. Király. Hát igen, még a Chaosnál az történt ugye, hogy meg... Vagy az működésbe hozták ezt a titán fegyvert és leigázták a világukat. Addig az orkok mit csináltak? Hát szépen mindegyik kiűnek a főnökét leverte, és ő lett a legnagyobb uralkodó a világon. Na jó kis befejezés volt azért ez is. És még hátra van kettő, mert ugye még hátra van a Imperial, mert azzal is még ki akarunk játszani a játékot, meg a Eldar. Úgyhogy már csak ezek maradtak. Úgyhogy a következő részben szerintem le is kezdek, mondjuk nem tudom melyiket megyem utoljára, de mondjuk legyen akkor a Imperial utoljára. Belkezdek most akkor majd a Eldarba. Úgyhogy onnan is fogom folytatni a következő részben. És meg is nézem, hogy hogy néz ki a Army Painter-e. Éjni. Én már beállítom Eldarnak így főmenüt akkor. Hát akkor én fogom folytatni a következő részbe, ahol elkezdek a jó oldalba, mert eddig a rossz oldalt csináltam ugye. Megcsináltam a két rossz oldalt, és most következhet a jó. Úgyhogy, akinek tetszett a videó, az nyomj egy lájkot, iratkozzon fel, és találkozunk a következő részbe. Addig is, sziasztok, Yumiz!